Ismét Kárpátaljára látogatott Kovács Domokos Péter Magyarország ENSZ ifjúsági küldötte. Ezottal a Németországi Passaui Egyetem hallgatói által összegyűjtött, több mint 300 cipős doboznyi ajándékkal érkezett, amelyet a nagyszőlősi Nebajduzsi Vinohrágyív csoportnak adott át. A közösségi oldalakon működő csoport tagjai a nagyszőlősön és a környező településeken élő hátrányos helyzetű gyermekekhez juttatják el az adományokat. Az ENSZ Magyarországi küldötte nem először látogatott el vidékünkre. A nyár folyamán a Beregszászi Színes Tartályok Egyesület közreműködésével szelektív hulladékgyűjtő papírkonténereket adott át a Beregszászi Kistérség iskoláinak, valamint a Passaui lakosok gyűjtésének köszönhetően több raklapnyi írószert adtak át a Vérkeparti Város oktatási intézményeinek. Magyarország ifjúsági küldetteként először január 6-án érkeztem ide, és sajnos utána a háború következményeit is láthattam a régióban, de mindig jó érzés ide jönni, mert erősek az emberek és nagyon összetartóak, ez nagyon sok erőt ad nekem. Most a Passzaui Egyetemen arra gondoltunk, hogy személyesebb ajándékokkal érkezünk, eltérve kicsit az őszi iskolákat segítő akciótól, úgyhogy közel 300 hallgató pakolt össze cipős dobozokban ajándékokat itt a környék nehéz sorsú gyermekeinek, és az volt az akciónk lényege, hogy összefogjunk más egyetemmel is, például az András Gyula Egyetemmel Budapesten, vagy a Karinti Frigyes Gimnáziummal, akik szintén gyűjtöttek, úgyhogy így érkeztünk ide egy telepakolt nagy utánfutóni ajándékkal, és reméljük, hogy Némi boldogságot fog varázsolni a gyermekek arcaira, azért vettem fel én is a Mikulás sapkát.